Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ezt a szentmisét Benke László és Neje Zsuzsanna, unokájuk Molnár Antal Csaba és Plesz János lelki üdvéért ajánlom fel, Tamás atya pedig pro populo a népért ajánlja föl. És nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a Tolnatájon keresztül, a tévéképernyőink keresztül majd, aztán nagy szeretettel köszöntöm a Facebookon keresztül a kedves testvéreket, és a YouTube-on keresztül is majd Priskin Zsolt közreműködésével is majd megnézhetik a szentmisét. Ma a feltámadt Jézus a jó pásztor alakjában lép elénk. Magáról mondta, hogy életét adja a juhaiért, nyáját táplálja, gondozza, vezeti a teljes boldogság felé. Ma jó pásztor vasárnapja van, hivatásokért imádkozunk, papi és szerzetesi hivatásokért. De nem feledkezhetünk meg, hogy május első vasárnapján az édesanyákat is köszöntjük, és értük is imádkozunk. Nagy szeretettel köszöntjük tehát az édesanyákat. Szentmisénk elején, mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk, és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe, jusson el híveid gyönge nyája oda, ahová előttünk menj Jézus, a mi erős pásztorunk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkösd napján Péter a 11 apostol kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszél. Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonysággal, hogy Isten azt a Jézus, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette. E szavak hallatára fájdalom járt át a szívüket, és megkérdezték Péter meg a többi apostol, mit tegyünk hát emberek, testvére? Péter azt mondta, tartsak a bűnbánatot, és kereszteljétek meg mindegyiketeket Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de mi Urunk, Istenünk hívja őket. Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket. Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Azzal, mint egy 3000 élet élt meg. Ez az Isten ígéje. Istennek legyen hála. Kedves az Isten előtt, hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok. Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnöknek és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a téveigő juhok, de most már megtértettek lelketek pásztorához és oltalmazójához. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Thank you.
Abban az időben így szólt Jézus, bizony-bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolva és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja a juhait és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta, bizony-bizony mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára, akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók, nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be az üdvözül, ki és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, hallottuk, ahogy a farizeusok megkérdezik, talán mi is vakok vagyunk, kérdezte kihívóan az egyik farizeus Jézustól. Ehhez intézte Jézus a jó pásztor példabeszédet. Jézus maga a kapu, ő a pásztor, a jó pásztor. A pásztor és a nyáj érthető kép oly pásztor népeknél, melyhez szól, uralkodó és népe, vagy tanító és tanítványai értelmében. Isten is népe pásztoraként szerepel. Az evangélium Jézust a jó pásztornak nevezi, aki gondoskodik nyájáról, néven szólítja, ismeri őket. A húsvét időnek az eddigi vasárnapjain a feltámadottal való találkozásról elmélkedtünk, Jézus megerősíti tanítványait, majd küldetést ad nekik, hogy örömhírt elvigyék a világba. A feltámadt Úr gondoskodását a hétköznapokban egyrészt a családok által, másrészt az egyházon keresztül végzi. A mai vasárnap mindkét oldalból kiemelek egy-egy szereplőt. Május első vasárnapja van, anyák napja. Az édesanyákat köszöntjük, értük imádkozunk, és közöttük első égi édesanyánk, a Szűzanya, akinek május hónapot is szenteljük. Ahogy az édesanya gondoskodik családjáról, otthon teremt számára, úgy akar az Isten is gondoskodni rólunk. Ha valahol elhangzik az a szó, hogy édesanya, talán mindenkinek más jut az eszébe. Egy mosoly, egy ölelés, egy szó, egy gondolat, egy pillanat, egy pillantás. Mindenkinek mást jelent. Ez az édesanyák misztériuma. Május első vasárnapján őket köszöntjük tehát. De ez a vasárnap nem csak az anyák napja, hanem az élet ünnepe is. Minden édesanya tanúság amellett, hogy Isten szeret bennünket, és új élettel ajándékoz meg minket. Jézus ismeri minden édesanya szívének terhét. Ő, akinek édesanyja szegénységgel, nélkülözésekkel küszködött, együtt érez minden édesanyával. Kedves édesanyák, most hiányoztok a templomból. Nagyon hiányoztok, de reméljük, hogy ez a hiány nem sokáig fog tartani.
fontosak vagytok az egyháznak, a közösségnek. Úgy érezzük, hogy nélkületek a mi életünk is csonka, még a papok élete is. Hiányzik a gondoskodásotok. A család mellett a másik közösség, amelynek tagjai vagyunk, az egyház. És ebben a közösségben kap különleges vezető szerepet a pap. Amikor a papi hivatásokért imádkozunk, talán kicsit imánk eredménytelenségét tapasztaljuk. De ezt csak zárójelbe mondom. Bár kitartóan imádkozunk, mégis kevés a pap. Vajon mit rontunk el, ha látjuk, hogyan szólít meg Isten, talán észrevesszük, mit lehetne másképp tenni. A fiatalban a hívó szó ma is felhangzik. Persze kérdés az is, hogy meghallja-e, lesz-e kedve követni a hívást. Ez sokban múlik azon, hogyan viszonyulunk mi magunk is papjainkhoz. Van-e kapcsolatunk vele? Talán vendégül látjuk-e időnként? Van-e rá szükségünk, igényünk? Hogyan beszélünk a papról és a papságról? Az is fontos kérdés, hogy mennyien vannak azok közül, akik Isten hívhat a papságra. És ezzel pedig visszakanyarodunk a másik közösséghez, a családhoz. Elkötelezett keresztény családokban könnyebb meghallani a hívó szót. Elkötelezett keresztény családokban a pap is valamilyen szinten otthonra talál, ami segíti a fiatalt a hívó szó meghallásában. És természetesen, ha több a fiatal, akkor nagyobb a lehetőség is arra, hogy felhangozzék a papságra hívó szó. Imádkozzunk hát nagy odaadással papjainkért és az édesanyákért, egyházközösségünkért és családjainkért. Mert a papság, kedves testvérek, értetek van. Értetek vagyunk. Minket is meghívott a Jóisten. Kanyargós úton meghallottuk mi is ezt a hívást, és most itt állunk az oltár előtt. Ezt köszönhetjük egyrészt annak is, hogy vannak olyan édesanyák, akik imádkoznak azért, hogy legyenek papok. És vannak olyan édesanyák, akik kérik az Istent, hogy a fia lehessen pap. Talán ez kevés, kevésszer fordul elő, de azért vannak. Imádkozzatok sokat, hogy legyenek papok, szükség van rá. Ma a hivatások vasárnapján legyen vizsgálódásunknak a tárgya, hogy Isten iránti szeretetből mennyire vállaljuk a keresztény életet, azt a feladatot, amelynek elvégzése kötelességünk. És mit teszünk azért, hogy másokban is megerősödjön annak a hivatásnak a kegyelme, amellyel Isten ajándékoz minket. Imádkozzunk ma az édesanyákért, és papi és szerzetesi hivatásokért különös gonddal. Amen. Most valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, ami úrban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a holtokra, harmadnapon feltámadta a halottakat őrző, fölmenem mennyelve, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtokat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűn bocsánatát, a test feltámadását, és imádkozzunk testvéreim Krisztushoz, örök főpásztorunkhoz, aki jó pásztorként jött el közénk, hogy országába hívjon minket. Áld meg Ferenc pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó pásztor áldozatosságával vezessék a rájuk bizottságot.
kérünk téged, hallgass meg minket. Légy, Urunk, jó pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezess egységre nyájadat, hogy egy akkor legyen és egy pásztor. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, és támad belőlük szent, papi és szerzetesi hivatásokat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj erőt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelősség teljesen elfogadják és őrizzék a hivatás kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, te jó pásztor, életedet adtad értünk. Add, hogy sokan kövessék hívó szavadat, és a te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket, feláldozva önmagát, nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy nap kelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föld benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt, az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elmúlt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országokban, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagyok, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az élet. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Könyörögjünk! Jó pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra, és juhaidat, akiket fiad drága vérén megváltottál, vezesd az örök élet országába, Krisztus, a mi Urunk által. Illetve a testületnek, hogy a mai szentmisétát délután 3 órakor a Tolnatáj TV-n meg lehet nézni, ezt mondjuk meg szüleinknek, nagyszüleinknek. Illetve, hogy a YouTube-on is meg lehet nézni még ezt a szentmisét. Illetve nagyon fontos, hogy még semmit nem tudunk arról, hogy mikor lehet közösségben ünnepelni a szentmisét. Több egyházmegye már kinyilvánította magát, a kalocsai, a debreceni azt mondta, hogy holnaptól már lehet, a Szeged családi egyházegye azt mondta, hogy jövő szombattól lehet, a pécsi püspök beszédések még nem adott ki számunkra semmilyen instrukciót. Ahogy megkapjuk ezeket az instrukciókat, mi a Gábor atyával összedugjuk a fejünket, eldöntjük, hogy hogy lesznek a szentmisék. Amit már most tudok mondani, hogy jó pár hétig még Facebookon fogjuk közvetíteni a szentmiséket, hiszen a 65 év felettieket arra kérjük, hogy ne jöjjenek még se hétköznap, se majd vasárnap szentmisére, hanem egy pár hétig még, hát én sajnos így kell mondanom, elégedjenek meg a Facebookos közvetítéssel. Többit meg hát próbálok a Tolnatáj TV-n, az Antrit Rádion és minden egyéb hírforráson keresztül, honlapon minden mondani majd, amikor meg lesznek a nyilvános szentmisék időpontjai, hogy ezek hogy történnek, és hogy kell, hogy szájmaszkban, hova kell ülni, meg ilyeneket. Én is szeretném azt szeretettel köszönteni az édesanyákat, hálás szívvel gondolok minden édesanyára, aki gyermekáldás vállalt, aki vállalta a gyermeket, aki neveli a gyereket, persze apukákra is, de most édesanyák napja van, kiváltképpen most áld az édesanyáknak, köszönjük az ő áldozatokat, köszönjük azt, hogy vállaltak bennünket. Kérem, hogy imádkozzatok papi hivatásokért is, egyházaink jól tudják, hogy jól tudjátok, hogy nagyon nehéz helyzetben van, hiszünk az imádság erejében, hiszünk abban, hogy igenis küld munkásokat a hatására az Úr. Most pedig fogadjuk azt, hogy áldást. Mielőtt áldást adnék, még egyszer én is hadd köszöntsem az édesanyákat, és egy nagyon rövid verssel külön köszöntöm őket. Nincs szebb a boldog asszony arcánál, míg nézi gyermekét, s ha ráragyog a tiszta szempár, nem adná kincsekért. Nincs jobb a hű édesanyánál. Ha csöndes halk fohásza felszáll, kitárul akkor fönn az ég, s a menny a földdel összeér, az égi üdv a földre ér. Ma néktek szól a boldog ének, ti drága jó anyák, mind zengjük áldó Istenünknek a hála himnuszát, szent béke, boldogság kísérjen titeket itt a földi létben, megáldom lábatok nyomát, ma nektek nyílik a virág, ma rátok gondol a világ. Isten értesse az édesanyákat és édesanyámat. És most fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Isten, aki egyszülött fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával. Aki megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek a mennyei országának örökségét.
Miután pedig a hit által új életre támadtok, fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá a mennyei hazába. Amen. És így áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szentmisénk véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.